3:40 a lányok még mindig alszanak, ugyanis Sophie hajnal 3-kor ébredt föl, és azóta nem nagyon tud normálisan aludni, ergo mi se tudtunk normálisan aludni. 8 órára megyek vissza a szikszai suliba, utána 9 óra körül egy másik óvodába, és a délután folyamán még van néhány hely, ahova el kell menjek, ugye folytatódik az interjú, úgyhogy nem is vesztegetem tovább az időm. Átöltözök a pizsamámba, és találkozunk később. Sziasztok! Szia! Tökre úgy érzem magam, mint egy kisiskolás. A hátamon van egy hátizsák, és úton vagyok az iskolába. Oké, az első megvan, jöhet a következő. Most az a helyzet, hogy két személyt kellett volna meginterjúrni, egy készen van. A másik szeméről még most nem tudok semmit, és most egyelőre nincs kitől megkérdezni, hogy mi a helyzet. Ugyanis tanítási óra folyik. Nem tudok mit csinálni, csak várni. Egyelőre ennyi volt itt a suliban. Most viszont át kell menjek ide szembe, közvetlenül a sulival szemben van egy óvoda. Csodák csodájára ebbe az óvodába jártam annak idején én is. Úgy látszik, hogy most egy kicsit nosztalgiázunk. Hát egy volt a délelőtti műszak. Délután folytatom a kávimba, illetve a bárkóviba. Sűrű a nap, sűrű a nap. Köszi, hello! Nagy melegre való tekintettel eszünk egy jó kis fagylaltot. Kis fagylaltot? Egészség. Egészséget. Összekentem a tiédet. Nem baj. Szóval a délutáni menet úgy néz ki, hogy 13 óra 30 perckor megyek egy óvodába, utána 14 óra 30 perctől megyek a középiskolába, ahova jártam. Ez megint csak egy véletlen. Utána vissza egy általános iskolába, és azt hiszem, hogy ennyi a mai napra. Igen, azt én is észrevettem már, hogy nem sok szó esik a munkáról a vlogokban. Ennek igazából az oka az, hogy vannak olyan munkák, illetve többnyire olyan munkáim vannak, amiről igazából nem nagyon beszélhetek, mivel titoktartási kötelezettség köt. Kösz. És éppen ezért nem tudok róluk beszélni a vlogokban, de van néhány olyan munka is, amiről beszélhetek, úgyhogy azokat majd igyekszem belerakni. Végeztem, nagyon kedves volt ez a hölgy, és akkor mindig ilyen pakkal vagyok, hátizsákkal, meg mindennel. Viszem a cuccomat. Most pedig úton vagyok a volt középiskolámba, a Juhász Gyula református szakközépiskolába,
Igaz, annak idején még nem volt református, még más volt a neve. Wow, ez milyen jó megoldás. Ott a suli, ahova megyek. Wow, szép színes, annak idején nem volt ilyen szép színes. Végeztem a Juhász Gyulába is, most vissza a kávémba. Ez egy picit ilyen szaladgálós ez a délután. De hát rám fér a testmozgás, mivel nem voltam már, mikor hétfői edzés is kimaradt, a szerdai is kimaradt, azaz a mai. Tű! Jó, el van borulva, besötétedett elég rendesen. Vége van a mai interjúvalásnak. Képzeljétek el, lehetőségem volt beülni egy órára, és végignézni egy ilyen foglalkozást. A teremben nem voltunk túlságosan sokan, csak pár gyerkőc, és megmondom őszintén, hogy nagyon élveztem. Volt ilyen közös foglalkozás, ilyen társas játékozás, és egyéb ilyen fejlesztő dolgok. Nagyon élveztem. Olyan érzésem volt, mint Adam Sandlersnek. Egy szép reggelen egy pici kutyus felpattant a pici kutya párnájáról, és kiment a kutyaházból. Ez a kutyus nem akármilyen kutyus volt. Ez a kutyus volt a legboldogabb kutyus az egész kerek világon. És itthon vagyok. Megnézem a kis családot, hogy mi a helyzet van velük. Már nagyon hiányoztak. A mai nap az nagyon rohangálós volt, viszont nagyon örülök neki, nagyon jó volt a nap, jól éreztem magam az összes forgatási helyszínen. Ha csak fele annyi, nem is fele, negyed annyi energiám lenne, mint azoknak a gyerkőcöknek, akikkel ma találkoztam, akkor soha nem fáradnék el. A mai nap fénypontja az volt, amikor hazaértem, és képzeljétek el, Sophie önállóan fölállt. Persze nem magától, nem, tehát kapaszkodni kellett neki. Van egy fotel, és oda ment, belekapaszkodott, és fölállt. Ez csak azt tudja, akinek van kisbabája, hogy ezeknek a picike kis jelentéktelennek tűnő dolgoknak annyira tud örülni az ember, hogy valami iszonyat. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket, köszöntöm az új feliratkozókat, és találkozni fogunk holnap. Sziasztok!